ebben a vitrínben egy szovjet kutyagázállarcot láthatunk, ez 1930-as évekből, ami igazából a kutyák védelmére szolgált. Ezt a kutyák számára készített gázállarcot valószínűleg a nagyobb testű ebekre tervezték. A II. Világháború idején a szovjetek a német harckocsik elhárítására vetették be a négylábúakat. Ugyanúgy, ahogy a normál állarcok védték a katonákat, azért ezek is funkcionális gázállarcok voltak. Abban nem vagyok biztos, hogy a kutya örült a hordásának, lévén, hogy a szaglása és az érzékelése az nagyon fontos egy ebnek, szóval hogy azért megzavarhatta a munkában. A kutyákat Magyarországon már a monarchia idején szolgálatba állították a hadsereg kötelékében. Az első világháborúban pedig fontos feladatokat láttak el. Több a fronton készült felvétel is látható a Hadtörténeti Intézet és Múzeum négylábú bajtársak Katonák és kutyák című kiállításán. Az intézmény folyosóin és a múzeum falain elhelyezett fotók bemutatják, hogy a kutyák miért voltak nélkülözhetetlen segítői a katonáknak. Az első világháború során nagyon sok vegyes feladatra vetették be őket, például vontatásra használták őket, mondjuk kisebb hegyi utakon, ahol mondjuk a lovak nem fértek el. Voltak egészségügyi kutyák, akik segítettek mondjuk felfedezni a sebesülteket, oda vezetni az egészségügyi katonákat, sőt még rágcsálómentesítésre is használtak mondjuk kisebb kutyákat a lövészárkokban. A II. Világháborúban a kutyákat már ritkábban vetették be a fronton. A magyar néphadsereg aztán határvédelmi célokra alkalmazta a négylábúakat, ma pedig már főként őrzővédő feladatokat látnak el, valamint robbanóagyak keresésre használják őket. A kutyák ma is speciális kiképzést kapnak, hiszen sok esetben extrém helyzetekben kell teljesíteniük. Amikor egy kutya bekerül a hadseregbe, akkor egy alap, nem tudom, egy-két hétig megvizsgálják, hogy alkalmas-e például egyáltalán a feladat ellátására, kibírja a nagyon erős hangokat, bír-e tömegben lenni, mennyire engedelmes, és ráadásul, hogy a maga a kiképzés az megfelelője az ő vérmérsékletének mondjuk. A Hadtörténeti Múzeum kiállítását több mint egy éves kutatómunka előzte meg. Az intézmény gyűjteményében rengeteg ritkaságot őriznek a témával kapcsolatban. Ilyen például ez a vontatásra alkalmas kutyák összegyűjtésére vonatkozó hirdetés, vagy ezek a katonák mindennapjait megörökítő felvételek. A tárlaton egy olyan első világháborús fotó is helyet kapott, amin egy művészekből álló csoport látható. A kép kivételnek számít, mert a közepén helyet foglaló Riprónai József kutya helyett egy macskát tart a kezében.